A keleti Gerecse lábainál terül el a ma Gyermelyhez tartozó vadregényes gyarmatpuszta. Vadas kertjében, mely ma az erdészeté, gyönyörű tó és egy 19. században épített vadászkastély bújik meg. A távolban fenyvesek sötétlenek, de a hely inkább arról nevezetes, hogy itt található Európa legnagyobb vadgesztenye ültetvénye. No meg egy pompás kis műemlék, a Sándor Metternich temetkezési kápolna. A gyarmatot benépesítő Sándor Antal földbirtokos 1774-ben egy középkori kegyhely romjain építtetett kápolnát Szent Antal és Pál remeték tiszteletére. 100 esztendővel később Sándor Paulina ezt a kis kápolnát apja, Sándor Móric utolsó kívánságának megfelelően halotti kápolnává alakítatta át. Az 1879-ben elkészült sírkápolna kriptája az ördöglovas és felesége, Metternich kancellár lánya Leontin, valamint korán elhunyt kisfiúk nyughelye lett. Melléjük kerültek a bajnai templomban és temetőben nyugvó családtagok földi maradványai is. Az épület mögött az ördöglovas akarata szerint kedvenc lovát, Tatárt helyezték örök nyugalomra. A bravúros lovas mutatványairól elhíresült Sándor Móricot egy festett csempekép is megörökíti a tó melletti parkban. A kápolna neogót stílusban épült, csúcsíves bejáratához lépcsők vezetnek, előtte 4 pillér kis előtetőt tart. Oldalain 3-3 keretezett csúcsíves ablak engedi be a fényt. 8-szögletes sisakkal lezárt huszártornyával kecsesen emelkedik a tető és az épületet ölelő facsoport fölé. A kulcs a közelből elkérhető, a pompás belső teret bárki megtekintheti. Rokokó oltára az olaszországi Velencéből származik. Faragott padjai a szomori templompadok másolatai. A szentelt víztartók óriási kagylóhéjak. A falon lévő márványtáblák a családhoz tartozó rokonok emlékét örökítik meg. Az épületet a millennium tiszteletére felújították, 2002-ben dr. Paskai László bíboros Esztergom budapesti érsek áldotta meg, s erre egy táblácska emlékeztet a bejárat mellett. A festői környezetben emelt kápolna mauzóleum a gyermei és gyarmatpusztai lakosok és a turisták kirándulásainak kedvelt célpontja. Ünnepnapokon egyházi szertartások, szentmisék, esküvők, keresztelők meghitt helyszíne. A kápolnára büszkék a helyiek, olyannyira, hogy 2020-ban megyei értékké nyilvánították. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.